Kettes, ugye? Azért biztos, ami biztos. Volt egy versenyzőnk, aki kicsit megcsúszott a készülődéssel, csak ellenőrizzük, hogy elkészült-e közben. Jó, igen, megvan. Szóval, tehát... Visszaugrunk. Visszalapozok. Szerű. Megvan. Egy aranyos vidám iskolás lány, aki rajong minden cuki dologért. Azonban a látszatcsal, Rena közel sem az az aranyos kislány, akinek kívülről látszik. Ha megemlíted előtte olyan sírószamát, Inamizam a védőszentjét, mert ha a falu múltjáról érdeklődsz, nyugodtságából hirtelen átvált őrült pszichopata stílusba. Azonban ezzel nincs egyedül. A sorozat többi szereplője is produkál hasonló dolgokat. A színpadon Bálint Brigitta, Rena, Higurashino Naku Koroni. Lepottyant egy vércafat út közben. Szóval kérdezem én ezt Lucy-vel, miért ilyen véres cosplayt választottál? Hát az igazság az az, hogy elég egy pszichopata lelki világú ember vagyok. Nagyon szeretem ilyen véres történeteket. Két lépés a lépni, jó nem? Igen. És hát Rena már a sorozatban nagyon megtetszett, ez a ruhája meg különösen. Első gondolatom az volt róla, hogy hát ez cosplaynek való ruha. És bár az is nagyon megtetszett, szeretnék én is egy ilyet igazából. Én most már ezen túl vigyázni fogok veled, mert nem vicces. A ruháról annyit, hogy két hónapig csináltam, egyedül kézzel vartam, és taftanyagból készült. A maszkik azok Georgette szaténból vannak, a csarok, vér az pedig tempera. Tempera. Vérvörös színű tempera. Akkor vannak rajta milyen kis piócák. Ezek piócák, azt hiszem vércafatok. Az esetben igen, az egyik. Sajnos a rögzítés az nem teljesen sikerült. Hát annyi damillal vannak rám kötözve, és nem is tudom, hogy mit mondjak. Igazából tegnap este fejeztem be, azt hittem, hogy ha időben elkezdem, majd aludni fogok, de jó is lesz, de hát éjfélig még mindig dolgoztam. Köszönjük szépen, mutasd meg magad a zsűrinek. És akkor kettes rajcával lehet a hölgyre szavazni.